az ő politikai hagyatéka az valóban ez, hogy lehet érdek mentén politizálni, de hogyha az érdek nem kötődik értékhez, akkor gyakorlatilag az egy vakvágány. A legtöbb, amit meg kéne tartanunk Miklós hagyatékával, hogy az egyéni érdeket sosem szabad a közösségünk érdeke elé helyeznünk. Abban bízom, hogy lesz egy olyan politikusa a felvidéki magyarságnak, aki azt a stafétabotot, ami most Miklós kezéből kiesett, átveszi, és hasonló elvi politizálást folytatva meg tudja állítani a felvidéki magyarság fogyását. Üdvözlöm kedves nézőinket! A Ma Hét Média Család stúdiójában jelentkezünk, hogy vendégeinkkel, Bauer Edittel, illetve Pázmány Péterrel emlékezzünk a 2022-es év végén elhunyt, már életében legendává vált Durai Miklósra. Kedves Edit, engedje meg, hogy önnel kezdjem, önnek tegyem fel az első kérdést. Hol, milyen körülmények között ismerkedett meg Durai Miklóssal? Azt ugye elmondhatjuk, hogy a politikai munka, tehát a 89 utáni politikai munkának a kezdeteitől önök együtt dolgoztak. Én aránylag későn ismerkedtem meg Durai Miklóssal, tehát az én életemből az a szakasza Miklós életének, amikor illegálisan tevékenykedett idézőjelbe téve. Tehát akkor, amikor ő ellenállóként volt jelen a magyar közéletben, a szlovákiai magyar közéletben elsősorban. Én abban az időben őt nem ismertem. Ez volt a jogvédőbizottságnak az időszaka, ugye? A jogvédőbizottság, így van. Végsősorban abban az időszakban talán ugye ő volt az, aki szinte emblematikusan névvel vállalta az ellenzéki tevékenységét, tehát nem is nagyon tudjuk még ma se, hogy kik voltak a legközelebbi munkatársai. Hát, úgy gondolom, hogy azért már nagyon sok mindent tudunk arról az időszakról, de Miklós valóban egy annyira összetett személyiség volt, annyira különböző szakaszai voltak az életének. Legutóbb néztem a filmet, amit róla készítettek, tudatosult bennem, hogy mennyi mindent nem tudok róla. És gondolom, hogy így van ezzel a szlovákiai magyarok többsége is. Én valamikor a 70-es évek elején találkoztam vele egy magyar bálon. Emlékszem, akkor arra panaszkodott, hogy nagyon sok ismerőse átmegy az utca másik oldalára, hogyha találkoznak vele, és akkor gyakorlatilag egy-két beszélgetésen túl az ismeretségünk nem is terjedt. Ő akkor tájt inkább a férjemmel volt kapcsolatban, és utána már csak valamikor 89-90 tájékán találkozott. Tehát akkor lényegében a személyes kapcsolat akkor adott volt már ugye 70-es, 80-as években, hogyha jól értem. Így van. És a közös munkára pedig 89 után, a rendszerváltozás után került sor, így van. Esetleg erről tudna egy pár gondolatot vissza tudna emlékezni? Tehát, hogy amit már közös munkának nevezünk, az hogy kezdődött önök között? Az együttélés megalakítása kapcsán kerültem ismét Durai Miklós közelébe, akkor egy olyan eufória volt a szlovákiai magyar közéletben, amikor az tudatosult mindnyájunkban, hogy 70 év után lehet újra magyar politikai erő a szlovákiai szintéren, illetve akkor még csehszlovákiai szintéren. Ez egy olyan lehetőség volt, olyan lehetőségként éltünk meg, amelyik valóban egy óriási kihívás volt mindnyájunk számára, és a remény, hogy össze lehet fogni a közösséget. Akkor volt egy ilyen meghatározó élményünk, hogy nem vagyunk egyedül. Az előző rendszer ugyanis nagyon sikeres volt abban, hogy atomizálta a közösséget, tehát nem volt kapcsolat köztünk.
Ami kapcsolat volt, az hál' Istennek, a csemadoknak volt köszönhető, amikor egymásra találtunk, hogy mennyi értékes ember van köztünk, hogy milyen nagy az a potenciál, ami ebben a közösségben lehetne. Azt úgy gondolom, hogy egy komolyan meghatározó dolog volt mindnyájunk életében, és ahogy megtaláltuk egymást, hogy ez ki... hogy játszódott le, ha megtaláltuk egymást? De ugye 90-ben Durai Miklós ugye elkezdte az együttélés politikai mozgalomnak a megalapítását, és akkor ennek kapcsán került önnel újból kapcsolatba, vagy önkereste esetleg a mozgalomba való munka lehetőségét? Nem, Durai Miklós munkatársai kerestek meg engem elsősorban. Nyilvánvalóan akkor arról volt szó, már képződött az elképzelés, alakult az elképzelés, hogy ha lehet egy magyar pártot alakítani, akkor tegyük meg. És hát ennek kapcsán kerültem én képbe, ugyanis szociálpolitikával akkor nem igazán sok ember foglalkozott, mint ahogy ma sem foglalkozik vele túl sok ember, és gyakorlatilag... Ön pedig szociológiából habitált, ugye? Igen, pontosan így. Én közgazdasági egyetemet végeztem, és utána szociológiával foglalkoztam, illetve a két tudomány határmesdjéjén mozogtam aránylag sokáig, és ez vezetett gyakorlatilag ahhoz, hogy szociálpolitikával foglalkozzak. Így kerültem én gyakorlatilag képbe, és hát innen indult gyakorlatilag a kapcsolatunk és a nagyon sok éves együtt működésünk, együtt munkálkodásunk. Köszönöm, erre vissza fogunk még térni. Adjunk szót Pázmány Péter úrnak, köszönöm ennek is, hogy elfogadta a meghívást. Hogyha megismétlem ugyanezt a kérdést, mint amit kedves Editnek tettem föl, tehát hogy milyen körülmények között, hol és kb. Mikor ismerkedtek meg Durai Miklóssal? Hasonlóképpen talán, mint Bayer Edit, a közvetlen kapcsolatban Durai Miklóssal 90-ben az együttélés politikai mozgalom alapításakor kerültem. Természetesen előtte hallottunk mi már Durai Miklóson, Komáromban nőttem föl. Gimnazistaként mi ott elkövettünk egy csínt az akkori rendszer szemében, ugyanis megszerveztem a Jókai szobor megkoszorúzását második gimnazista koromban. Azért ezt ugye ma lehet, hogy csínnek neveznénk, de akkor igen, azért egy ilyen a rendszer által nem annyira tolerált cselekedet volt. Nem annyira preferálták, ugyanis este 6-kor kellett volna találkoznunk. 2-kor én már a rendőrségnek a vendégségében ücsörögtem a Komáromban. Nem tartott sokáig, úgyhogy másnap reggel kiengedtek. Akinek több negatívumot okozott ez, az édesanyám volt, akit egy évig... Emiatt megkurcoltak, ugye? Hát én talán most így ezzel az észre úgy gondolnám, hogy inkább megpróbálták beszervezni őt, hogy mondtak olyan neveket, akiket meglepődtünk, hogy beszervezettek. De nem is ez a lényeg, mert nem trólunkban szól, hanem emiatt aztán én az egyetemre 4 éve később kerültem, mint a kortársaim, és azonnal bevonultatta a katonának, ahol a reptéren szolgáltunk 27 hónapot, aztán egy év még kiesett, és úgy. Tehát én akkor kapcsolatban... Tehát akkor ugye ezt azért a fiatalabb nézőink számára érdemes megemlíteni, tehát akkor egy ilyen cselekedet, vagy legalábbis csak egy ilyen akarat, vagy egy terv, hogy megkoszorúzzák Komáromban Jókai szobrot, befolyásolta a résztvevőknek, vagy a szervezőknek, akár még a egzisztenciájukat is, hogy később kerültek iskolára, lehet, hogy valaki, akit ez sújtotta, akkor az még nem is tudta folytatni. Hát, tehát, hogy ilyen kihatásai voltak. Valóban voltak ilyen kihatásai, talán szerencsénk az volt, hogy akkor a Komárom gimnáziumban olyan tanárok tanítottak, mint Gáspár Tibor, Olá Imre, Kocsis... Ezek a régi híres nevek, ma ezek, már ugye, hogy ezeket az embereket azt hiszem nem szabad elfelejteni, mert hát Olá Imrének köszönhetem azt, hogy én a gimnáziumban aztán ott tudtam maradni, 2 hónapig nem vezettek a jelenlevők között. Illegalitásba tanult, ugye? Illegalitásba.
Hát ha tanultam, akkor már inkább akkor az ember úgy gondolt, hát minek, úgyse, nincs értelme. De a lényeg az, hogy Durairól tudtunk, és főleg akkor éreztem azt, hogy itt van valaki, aki egy kavicsot tud beledobni ebbe a álló vízbe, amiben a szlovákiai magyarság létezik. Amikor a postaládámban megtaláltam, az iskolánk megvédésére írt kiáltványt, vagy... Ugye ez volt a 80-as években a kommunista hatalom. Volt, azt hiszem, mikor... Átszervezés címén, ugye, a magyarok, tehát magyar nyelvű oktatást akarta felszámolni. Így van. Na és ezt mikor megtaláltam a postaládámban, először provokációnak éreztem, hogy valaki provokálja a személyemet. És aztán egy hétig ezzel nem is foglalkoztunk. És aztán valahonnan, most már nem emlékszem, azt mondták, hogy ez nem provokáció, ez a jogvédő bizottságnak a tevékenysége. És aztán elkezdtünk nem sokat, mert akkor nem volt mivel, írógépen egy-kettőt lesokszorosították. Tényleg? Akkor sokszorosították is, ugye? Ilyen nagyon vékony hártyapapír, mert abból lehetett 8 indigót belerakni. Hát sokat nem, de szétdobáltunk ott párat. Na és ekkor ismertem én már Durait, ő engem nem. És amikor megjelent a felhívás, hogy alakul az együttélés politikai mozgalom, hát főleg az ő hatására én úgy döntöttem, hogy az együttélés politikai mozgalomba fogok politizálni. És hát nem mellesleg olyan nevek jelentek ott, mint Bayer Edit, Harna István. Olyan emberek, akik ismertek voltak a magyar közéletbe, nem akkor kerültek a közéletbe, hanem letettek már valamit az asztalra. Tehát hogy már maguk ezeknek a nevük is egy ilyen referencia volt, hogy hova megy az ember. És akkor beindítottam az aláírásgyűjtést itt a járásban, végigjártuk a faluakat, az összes szomszédot, és ezzel a X aláírt dokumentumban fölmentem. Azt hiszem, akkor már Praszkán volt a Pozsonyban az irodánk. Ott leadtuk ezeket, és attól az időszaktól aztán személyesen is kapcsolatot tartottam Miklóssal. Vissza tud emlékezni első személyes találkozásra? Fölnéztem Miklósra azért, ha bár egy idősek is vagyunk, de fölnéztem rá azért, amit tudtam róla, meg amit tett ő a... Tehát, hogy már 89 előtti munkássága megalapozta azt a bizalmat, ugye? Szimpatikusnak tűnt nekem a Miklós. Nekem első benyomásom az volt, hogy egy nagyon fölkészült, tudatosan készült, politizálásra készülő emberrel találkoztam. De érdekes, hogy most nem is ezek a gondolatok jutnak az eszembe, hanem Miklósra inkább, mint magánemberre tudok visszagondolni ezen a szomorú esemény folytán, hisz volt időm vele Erdélybe hivatalos látogatásra eljutni az RMDS meghívására. De hogy a mai kor politikusai is éreznek ebből valamit, hogy akkor ez hogy működött. Akkor vettem kölcsönre egy 1200-as Skodát, ezt vezette Miklós, ezzel mentünk Erdélybe. Karda Jóska, a Komlósi Zsolt, Isten nyugosztalja, és jó magam. És akkor az úton nem a politikáról szólt inkább, hanem mint a magánembert, mint az embert ismerhette meg Miklóst. Ezen kívül rengeteget ugye szerveztük. Gondolom, ez még jobban erősítette akkor, ugye? Viszont ami így a közéleti munkában kialakult. Hogy valami humorosat is mondjak, hogy Erdélyben az utak akkor olyan állapotban voltak, amilyenben, és úgy javították, hogy kint volt egy tábla, hogy 20-as megengedett sebesség. Hát a Miklós ezt a 20-ast nem igen tartotta be, és én a kocsimat féltettem, hogy valljon be. Komlósi Zsolt meg hátul megszólalt, hogy Miklós, ha még egy kátyúba bemész, én kiszállok és gyalog megyek. Erre Miklós azt mondta, jó, majd jön a következő lovaskocsi, akkor megállok. Hát szóval... Ugye ebből szinte most már ma semmit se lehetne megismételni. Ugye ma, aki politikai pályára adja fejét, nem is nagyon jut eszébe, hogy a saját
saját nevére vegyen föl kölcsönt, amivel aztán majd a pár. Jó, én ezt magamnak vettem ezt a kocsit, na, de csak hát az rendelkezésre, akkor nem volt, gondolom, semmi. Együttélésnek nem volt akkor semmilyen eszköze. Nem, semmilyen eszköze. Azt mind a kettőjükről elmondhatom, ugye, meg hát ez köztudott dolog is, hogy az önök együttműködése Durai Miklóssal, illetve az együttélés politikai mozgalmon belül nagyon, hát hogy is mondjam, egészen a legfelsőbb politikai körökig nem csak juttatta önöket, de hát azt a munkát tudták végezni, amiben közösen gondolom megegyeztek legfelsőbb szinten. Pázmány úr ugye jön a szövetségi gyűlésbe Prágába, Baveredit pedig folyamatosan a pozsonyi parlamentben voltak képviselők. Volt valamikor, ugye ön említette a szociológiai munkát, vagy a szociális területet, volt valamikor egy konkrét feladat, elosztás, hogy önök közül kinek mi lesz akkor a szakterülete, mi az, ami az együttélésen belül önökhöz tartozik? Tehát, hogy vagy önök elfogadták eleve azt, amit esetleg Miklós elgondolt, vagy pedig eltervezett? Miklós hallatlanul fölkészült volt, ahol az ismeretei verhetetlenek voltak, azok a kisebbségi jogok, a jogfejlődés, ahogy alakultak a kisebbségi jogok egészen 1844-től a Magyarországgyűlés, ha jól emlékszem, 43-as törvényétől következően a politikai történések, a történelem ismeretei gyakorlatilag ezen a téren Miklós valóban verhetetlen volt. Úgyhogy ezen a téren nyilvánvalóan azok, akik nem foglalkoztak ezzel, és többségünk nem ezzel foglalkozott, ott nyilvánvalóan, hogy egyáltalán vita partnerek lehessünk, hogy együtt tehát tudjunk, inkább tanulni lehetett, ugye? Együtt tudjunk gondolkodni, nyilvánvalóan rengeteg volt a behoznivalónk, viszont a szakterületeken, gondoljunk itt akár gazdaságpolitikára, egészségpolitikára, szociálpolitikára, ott a Miklós meglehetősen nagy autonómiát engedett azoknak, akikről úgy gondolta, hogy értenek valamit a dologhoz. Az együttélés is úgy alakult a későbbiekben, nem azt mondom, hogy ez mindjárt a megalakuló kongresszuson történt, de rövid idő után a szakterületeknek megvoltak a maga felelősei, tehát alelnökök voltak, úgy gazdaságpolitikai alelnök, szociálpolitikai, etc. Tehát egy jól szervezett párt kezdett kialakulni, ugye? Tehát volt egy olyan megbízható és nagyjából állandósult munkamegosztás, ahol amellett, hogy autonómiája volt az egyes alelnököknek, úgy egy aránylag jól működő vitafórum is volt az általános elnökség talaján, vagy az országos tanács talaján, ahol azért a víziókat ütköztettük, mert akkor még voltak víziók. És ezeket közösen is alakítottuk. Úgyhogy egy nagyon érdekes műhely munka is folyt. Nem azt mondom, hogy minden területen hasonlóan sikeres volt, de nem csak követni tudtuk azt, ami az országban történt, hanem bizony a parlamenti munka során én úgy érzem, hogy a csapatot úgy sikerült fölkészíteni, hogy volt egy hozzáadott érték, amit hozzá tudtuk adni. Tehát egyik oldal se érezte azt, hogy most ő neki valamiféle alárendeltségi viszonyba kéne kerülnie, ugye? Nem gondolom. Egy bizonyos szakaszon ez előfordult, ahogy ezt említettem, ami abból adódott, hogy Miklós valóban a kisebbségpolitikából, tehát abban neki volt egy akkora fölkészültsége, stratégiai elképzelésekből. Ez volt az ő fő területe. Egy lóhosszal a többiek előtt járt, mert évekig készült a feladatra. Értem. Hasonlóképpen látja Péter ön is? Miklósnak nagyon nagy előnyére vált az, hogy ő tudatosan készült arra, hogy politizálni fog.
És még egy nagy pozitívumot tudnék megemlíteni, hogy olyan szakemberekkel vette magát körül, akik le tudtak tenni az asztalra egy olyan munkát, amivel a parlamentben meg lehetett szólalni, fel lehetett szólalni, iránt lehetett szabni. Tehát nem olyan, az országos tanácsban olyan munkatársai voltak, akik már az előző életben, tudományos téren, vagy bármihol a munkáiken letettek olyan munkát az asztalra, hogy szaktekintélyek voltak. Tehát ezeknek az embereknek vita volt, mert hajnalok... Hát gondolom azért a vélemények azért igen, biztos ütköztek. A vélemények ütköztetése az volt, hisz hajnalokig tartottak a jóformán hetente összeülő tanácsüléseknek. De én ebben is látom a Durainak a előrelátását, hogy nem ő akart mindenben a legokosabb lenni, hanem körülvette magát olyan emberekkel, akikkel együtt lehetett dolgozni, ami a kisebbségi politikát illeti, ott valóban... Az az ő szakterülete volt, ugye? Ő szakterülete volt, és előttünk járt sokkal. Na most egész más volt a helyzet azért a prágai parlamentben. A prágai parlament így utólag visszagondolva azért volt, hogy minél hamarabb szét válassza azt a két országot. Ugye ez aztán 93-ban be is következett, így van, a szövetségi államnak nem igen vették figyelembe azt, amit az ott levő együttélés politikai mozgalom képviselői mondtak. Durainak voltak nagyon jó felszólalásai, de... Ennyi, inkább a nemzeti parlamentek, ugye? A cseh nemzeti tanács, a szlovák nemzeti tanács. Na most a másik dolog az, hogy valóban, mikor vége lett az ülésnek, amik a Prágában elég sokáig késő estig tartottak, mert egy gyorsított folyamat volt, akkor összeültünk az álláshelyünkön, és ott öröm volt hallgatni Miklósnak a politikai elemzéseit, mert én úgy érzem, hogy kitűnő elemző is volt. Persze nem tévedés nélkül, mert minden ember meg tévedhet, de az elemzései, amiket a parlament üléséről elmondott, vagy amit megbeszéltünk, hát azok még ma is élénken élnek bennem, és ott is vitapartnernek tartott bennünket is. Csak hát mondom, ott kevés volt a lehetőség, talán több volt a lehetőség, ez sem biztos a szlovák parlamentben, de ott... Jobban szem előtt volt, ugye? Így van. Talán a média is jobban így van, Prágában. Túl messze volt talán Prága, ugye? Így van, soha nem felejtem el, mikor Mecsiár beküldte az irodánkba a tisztviselőt és a irodavezetőit, és azt mondta, hogy Mecsiár összeszlovákot hívja a nagy ülésterembe. Miklós mondja, üljetek, hát a szlovákokat hívta. Egyszer csak visszajött, hogy ha miért nem jönnek, ezt mondjuk nekik, hát nem hívtak minket. No, jönjenek maguk is magyarok. Szóval, tehát, hogy a szavak ilyen... erejének is ugye megmutatta azért a hatását. Itt már csak az volt, hogy akkor már kezdtük érezni, hogy itt vízválasztóhoz közeledik, itt, ugye? És akkor a szavazásnál is azért döntöttünk úgy akkor, hogy mi tartózkodunk. Hát tanulva a történelmi tapasztalatokból, hogy nehogy már a mérleg nyelveként mi legyünk majd a bűnbakok, ha a két ország szétválasztása nem a legjobban történik. Értem, milyen előrelátó volt ebben is. Egyébként ezt akár a Magyar Hétnek, akár a portálunknak, a mahét.sk-nak nyilatkozó visszaemlékezők, szinte uniszónon mindenki kiemeli Durai Miklósnak egyrészt analitikus képességét, illetve azt, hogy néha lépésekre előre meg tudta, hogy is mondjam, talán nem is érezni, talán rá tudta vezetni a közösséget arra, hogy mi várható egy-egy esemény után, például mondjuk egy ilyen szavazás kapcsán. Gondolom, én így volt. Egy kicsit, hogyha ugrunk az időbe, illetve egy párhuzam is van most, amikor ezt a beszélgetést vesszük fel, akkor 2023. január első harmadában vagyunk, és ugye 1994-ben már az önálló Szlovákiában, január elején, talán 8-án, ha jól emlékszem, volt Komáromba a választott magyar képviselőknek, illetve önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek az ülése, az úgynevezett komáromi nagygyűlése. Erre röviden vissza tudnának emlékezni, hogy milyen nyomot hagyott önökbe, Edit kedves? Úgy gondolom, hogy ez egy kihagyott lehetőség volt. Egy kihagyott lehetőség. Akkor nyilvánvalóan az ember egy kicsit másként érezte, mert...
a körülmények annyira zaklatottak, annyira bizonytalanok voltak, a kockázati tényező olyan magas volt, hogy nem volt senki biztos abban, hogy mit lehet egy ilyen gyűlésből kihozni. Azt hiszem, hogy a Miklós nagyon jól fölmérte a lehetőséget. Hogy hol történt hiba, nyilvánvalóan még ma se tudunk mindent a hátterekről, mert valószínűleg ennek a hátterét több minden alkotta, több befolyás, több faktor. Bocsásson meg, hogy egy gondolat erejéig a szavába vágok. Durai Miklós részt vett egy beszélgetésen a podcastunk stúdiójába, és ott elhangzott az, hogy aznap még az autonómia se tűnt elérhetetlennek. Hogy ez tényleg így volt akkor? Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy igen, ezért gondolom azt, hogy ez egy kihagyott lehetőség volt, így 30 év távlatából visszatekintve. Akkor Miklós nagyon csalódott volt, arra emlékszem, amikor az ülés úgy ért véget, hogy gyakorlatilag a sok igyekezett füstbe ment. Bizonyára volt pozitív hozadéka is. Nagyon sok mindent tudatosítottunk, akkor tudatosítottuk, hogy milyen erő van mögöttünk, de mondom így ex post, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valószínű egy kihagyott lehetőség volt, bár azt nem tudom megmondani, hogy mi következhetett volna be akkor, hogyha valóban az a lehetőség az beteljesül, hogy valóban egy támadásnak lettünk volna kitéve, fizikai támadásnak, hisz akkor ne felejtsük el, hogy abban az időben nem egyszer, és nem véletlenül, és nem felelőtlen emberektől hangzott el, hogy nagyon közel voltunk bizonyos helyzetekben, például a nyelvtörvény elfogadása körül egy polgárháborús helyzethez. Akár polgárháború is, tehát hogy ez is fölmerült. Igen, pontosan. Tehát ma már mai szemmel másképp látja az ember, de átélve azokat a körülményeket, amik akkor voltak, igazából nehéz megmondani, hogy mi történt volna, hogyha valóban az a lehetőség az beteljesül. Miklós nagyon gyakran fogalmazott úgy, hogy addig lehet valamit elérni, míg az intézmények nem válnak rigiddé. Tehát addig, amíg egy rendszer ki nem alakul, addig lehet a rendszeren is alakítani. És hát igen, vannak történelmi pillanatok, amik soha vissza nem jönnek. Ön hasonlóképpen csalódottságot látott, Durain? Vagy ön hogy élte meg szintén magát a gyűlést? Én úgy élem, hogyha akkor egységes lett volna a szlovákiai magyarság, tehát a pártok egységesen léptek volna fel. Annak ellenére mind a három párt utána részt vett a komáromi nagygyűlésen. Ha őszinte akarok lenni, akkor én úgy érzem, hogy az együttélés volt az, aki szervezte, és a Csallóközi régió polgármesterei, és természetesen a régióhoz tartozó polgármesterek is, mert akkor a Csallóközi régió nem csak csallóközi polgármesterek és önkormányzatokba állt, hanem a mátyúsföldiek, sőt, tehát, hogy akkor távolodnak. Egy nagyobb egységet jelent. Tulajdonképpen az a terület lehetett volna egy területi autonómiának a kiinduló pontja. Vagy akár csak egy különálló közigazgatási egység. Vagy ez. Szóval ezért éreztem, hogy óriási csalódás volt a jelenlevő megválasztott polgármesterekbe, képviselőkbe, mert érett volt a helyzet arra az emberek között, hogy vagy egy közigazgatási, vagy egy autonómiát ki tudjunk magunknak. Vagy legalább valami konkrétum. Vagy ugye? Valami konkrétumot. És amikor úgy éreztük, hogy ez a nagygyűlés hát hozott eredményt azért, mert azért megmozgatta a felvidéki magyarságot, de nem azt, ami az eredeti elképzelés volt. Hogy így utólag az ember
mit gondol, hogy lehettünk volna bátrabbak, lehetek-e volna bátrabbak azok, mert én akkor alpolgármester voltam, és nem polgármester, de ott jelen voltam, hogy lehettünk-e volna bátrabbak, nehéz ezt megmondani, hisz odafelé az úton nem volt olyan autóbusz vagy személygépkocsi, amit a rendőrök meg nem állítottak volna. Annyi rendőrt... Tehát, hogy maga a hatalom is várt valamit, ugye? Igen, hatalom is várt valamire. Utólag én úgy gondolom, hogy annyi a nemzetközi sajtó jelenléte talán megakadályozott volna egy fizikai atrocitást, de ezt így utólag nagyon nehéz és nagyon könnyű is most már az embernek ezen filozofálgatni. És abban látom, hogy hibáztunk, hogy utána a komáromi nagygyűlésnek nem lett folytatása. Hogy abból a minimumból, amit a maximumból elérhetünk volna, nem próbáltuk, vagy nem tudtunk tovább építkezni. És ugye változtak a képviselőjelöltek, és a képviselők választások jöttek, már úgy feledésbe kezdett merülni az egész komáromi nagygyűlés, és nem lett már nem volt annyira szívürük a talán azoknak, vagy legalábbis nem jelenítették meg ezt így külsőleg. Tehát én itt látom a hibát, hogy értem. Az a staféta volt, ott nem lett átadva. Tehát mindegy sziget az emlékeinkben, ugye? Ilyen a komáromi nagygyűlés. Elhangzott ugye, Edith, kedves az ön részéről, hogy Durai Miklós is egy bizonyos csalódottságként, tehát szomorúan vette tudomásul a mondjuk úgy eredménytelenséget, vagy nem a várt eredményességét a gyűlésnek. Vele kapcsolatban, Durai Miklóssal kapcsolatban egy kicsit előreugorva az idővel, előre menve pár évet, egy újabb pontnál merül fel a csalódásnak a lehetősége, amikor a három párt egyesül, és nem Durai Miklós lesz az elnöke. Erre hogyan emlékeznek önök? Úgy emlékszem rá vissza, hogy akkor az elég erős nyomás volt az együttélős politikai mozgalom részéről, a hatalom részéről. Tehát próbálták nem csak Miklóst, hanem mindenkit, aki ebben a mozgalomban része, de főleg Durai Miklós volt a célpont, ellehetetleníteni. És Miklós azt nagyon jól látta, hogy az felvidéki magyarságot csak egy párt tudja sikeresen képviselni. Miklóst ért támadások, amik nekem nagyon fájtak, mert azt, hogy a hatalom támad valakit, azt el lehet viselni, meg az embert még időzőjelben mondom, büszkesége is eltöltet. Durai Miklós meg már trenírozva is volt erre, ugye 89 előtt. Talán hiányzott is volna Miklósnak. De az, hogy mindig találtunk magyar embereket, akik még Miklós meg sem szólalt, már tiltakoztak, és tiltakozó jegyzékeket adtak át, és tulajdonképpen ezzel akadályozták és hátráltatták még az egyesülésnek a tényét is. Hisz azzal se árulok kell titkot, hogy az együtt élés politikai mozgalom volt a megálmodója az egységes magyar pártnak. Sokáig ellenállt a másik két párt, majd mikor eljött az idő, hogy létrejöhet az egyesülés, hát akkor Miklós érezte és tudta, hogy ezt a lépést meg kell lépni, és visszalépett, és nem is jelöltette magát. Ha itt Szerdán zajló kongresszusra visszagondolok, a kétharmada a küldötteknek az együttélés politikai mozgalomból volt. Ha tévedtem egy kicsit, nem... De mindenképpen, tehát a meghatározó erő az együttélés volt, ugye? A döntést tulajdonképpen az együttélés képviselői itt a kongresszuson meghozhatták volna, hogy Durai Miklós legyen az elnök. És ennek ellenére Durai saját maga visszalépett, és arra kért minket, itt legalábbis az erdei járásban, hogy ne őt támogassuk. Hogy aztán most ez jó döntés volt, vagy rossz döntés volt, nem tudom, de ez is jelzi emberi nagyságát, hogy a felvidéki magyarság érdekében vissza tudott lépni, és hogy én a nagy gondot ott látom, hogy utána a platformok kezdtek önálló életet élni, lett egy gazdasági lobbicsoport, az is feszültség, ami nem baj, mert minden pártnak van gazdasági lobbicsoportja, csak ott Ótén viccességén azt mondták a kollégák, hogy minden pártnak van gazdasági csoportja,
nálunk ez fordítva van, a gazdasági lobbycsoportnak van pártja. Aha, értem. Tehát, hogy és ez egy olyan feszültséget okozott, hogy előbb-utóbb ez oda vezetett, hogy a párt, a létrejött új egységes magyar párt meggyöngült. Tehát nem első időben hozta az eredményt, hisz azt hiszem soha annyi képviselője a felvidéki magyarságnak nem volt a parlamentben, mint az egyesülés után, de utána ez az egység erodálódni kezdett. Értem, értem. Egy dolgot ne felejtsük el ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy megtartsuk a képviseletet, a parlamenti képviseletet, a törvény változása következtében nem maradt más út, mint az egyesülés. Tehát lényegében akkor megcsinálnak a... Volt egy történelmi kényszerhelyzet, amikor ezt kénytelenek voltunk meglépni, akár tetszett, akár nem, mert olyan magasra emelte a belépési küszöböt, amit a három párt külön-külön nem tudott volna meglépni. Ez mindnyájunk számára teljesen nyilvánvaló volt. Ebben a kényszerhelyzetben a Miklós hozott egy személyes áldozatot, ez kétségkívül így van. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy a másik két párt teremtett olyan körülményeket, hogy ez volt az ára az egyesülésnek. És a későbbi fölállás is ezt mutatja, hogy a Magyar Keresztény Demokrata Mozgalom ragaszkodott egy ilyen megoldáshoz, és hát azt lehetett látni a későbbi fejlemények tükrében, hogy az Egyesült Párt vezetői közt aránytalanul sok MKDMS jelent meg, annak ellenére, ahogy Péter is mondta, hogy a vezető ereje, a magja ennek az Egyesült Pártnak gyakorlatilag az együttélés volt. Ilyen érdekes, csak hogy egy kicsit most a mába ugorjak, utána egy párhuzamot is leírhatnánk, ugye, hogy most újra egyesült magyar pártba a szövetségbe, és minthogyha hasonló lenne az arányoknak, illetve az arányokból levezethető jogoknak, vagy eredményeknek a megoszlása. De térjünk vissza a pártegyesüléshez, illetve Durai Miklóshoz. A későbbiekben, évekkel, ezutána, meg nem választás után, vagy visszalépés után, volt-e esetleg arra példa, került-e arra a sor, hogy valamiféle magánbeszélgetésükön Miklós, hát nem akarok ennyire profán kifejezést használni, de megbánta volna ezt a tettét, tehát, hogy ő nem vált az Egyesült Magyar Párt első elnökévé, vagy esetleg elgondolkodott rajta, hogy talán, hogy jó volt ez a döntése. Volt esetleg ilyen közös emlékük? Azt hiszem, hogy a kényszerhelyzet az annyira nyilvánvaló volt, hogy egyszerűen ezt evidenciaként el kellett, hogy fogadjuk. Itt nem volt mi spekulálni. Az, hogy alakult ennek a pártnak a sorsa, az nyilván mindnyájunknak valamilyen módon föl kellett dolgozni, és valószínű Miklósnak volt ezt a legnehezebb földolgozni. Miklós nem volt egy panaszkodós fajta. Azt lehetett rajta látni, magánemberként ő nagyon gyakran rágódott, és nagyon gyakran tépelődött. Ette magát, ahogy a köznyelv mondaná, de soha nem panaszkodott. Tehát nem tért vissza személyes sérelmekhez. Ha személyes sérelmekről beszélt is, akkor az tényként közölte. Tehát, hogyha volt tényalapja, és hát nyilván mindig van tényalapja egy ilyen eseménynek, akkor mindig a tényekhez ragaszkodott, és nem a saját érzéseit prezentálta ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy akkor is egy határozott jellemként, a színfalak mögött is határozott jellemként mutatkozott meg. Hogyha tovább megyünk előre az időbe, ugye ön kedvesed itt hosszú időre Brüsszelbe költözött, hogyha mondhatom így, tehát Európa Parlamenti képviselőként, illetve Péter pedig Dunaszerdahelynek a
sok éves vagy sok választási időszakon keresztüli polgármestere volt. Annak ellenére, hogy akár a fizikai távolság, vagy pedig mondjuk a szakmai távolság nagyobbá vált önök között, a kapcsolat működött továbbra is? Tehát akár a munkakapcsolat, akár hogyha kérdezhetem a személyes kapcsolatuk. Természetesen működött. Edith az egyik legmeghatározóbb tagja volt az együttélés politikai mozgalomnak. Az, hogy Brüsszelben volt, az csak előnyünkkel szolgált, hisz információkkal látott el minket, és hát sok segítséget nyújtott szakmai kérdésekbe, ez tagadhatatlan. Úgyhogy én úgy gondolom az, hogy Brüsszelben volt ez a szlovákiai magyarságnak a nem a kárára volt, hanem nagyon is a hasznára, és nem akadt meg a kapcsolat a hazai pártagokkal, hanem ugyanúgy élt, mint amikor itt volt köztünk. Ha nem is volt ott mindegyik, de majdnem mindegyik komolyabb összejövetel. Tehát akkor lényegében egy plusz feladat lett. Egy plusz feladat, el is volt a feladata, úgyhogy még kapott egyet. Én legalábbis így emlékszem, most ez biztos szerény lesz, és azt mondja, hogy nem ennyire, de valóban így volt ez. Nyilván az a személyes kapcsolat, ami azelőtt volt köztünk, nyilván az egy kicsikét föllazult. A távolság azért sok mindent okoz. Hogyha összegezni akarnám, akkor azt mondhatnám, hogy sok barátot vesztettem, mert igazából akkor, amikor szükségük volt rám, akkor az ember éppen nem volt ott. Úgy gondolom, hogy ez Miklósra nem vonatkozik. Miklóssal körülbelül ott folytattuk a beszélgetést, ahol előtte, akár hónapokkal azelőtt is abba hagytuk. Ismertük egymás észjárását és egymás gondjait is. De mondom, ott tudtuk folytatni, ahol hónapokkal azelőtt, vagy hetekkel azelőtt abba hagytuk a beszélgetést. Későbbiekben, amikor sor került ugye a párt szakadásra, illetve most aztán az új párt a szövetségnek a megalakulására. Politikailag, akár az önök személyes véleménye is, hogy látták ezeket az eseményeket, vagy itt valamiféle közös föllépésbe esetleg gondolkodtak-e Durai Miklóssal? Miklós egyértelműen támogatta a pártok egyesülését, sőt, sokunk ellentétben preferálta a híddal való kapcsolatot is. Tehát a Miklós ebben látta a felvidéki magyarság képviselőjének a lehetőséget, hogy létrehozzunk egy pártot, amit most szövetségnek hívunk. Azt azonban el kell mondani, hogy az alsóbb szinteken ezt az egyesülést, ugyanis itt voltak az ütközős pontok egyes pártok között. Itt nem volt ennyire egyértelmű, sőt sokan az MKP-ból ki is léptek itt Szerdahelyen is, vagy a 65 alapszervezetből, ami az együttélésnek volt, annak nagy része ma már én szerintem nem működik. Ha van egy 10-15, meg volt ennek a negatívuma is, de mondom főleg itt az alsóbb szinteken, ahol azok az ellentétek, az ütközések erősebbek voltak. Nem mintha Miklós nem érte volna, rengeteg jogtalan támadás, és ő lehetett volna az, aki ellenzi a pártok egyesülését, hisz mondjuk ki őszintén mindent elkövettek az MKDN vezetőségében, hogy félretegyék őt. Az, hogy a gondolatait mindig kevesebben fogadták el, ez esett rosszul a Miklósnak. Miklós soha nem mondta, hogy megbánta, hogy meg volt a lehetősége, mert arra kéri a küldötteket, hogy válasszuk őt, akkor ő meg van választva. De soha az életben ilyen kijelentést nem tett. Én azt látom, hogy az bántotta, és az morzsolta föl talán a idegenileg őt, hogy kimerem mondani ezt a szót, megpróbálták félreállítani, és mindent, amit kimondott, azt azonnal támadni, nem vitatkozni vele, nem érveket érvekkel ütköztetni, hanem kapásból ellent mondani, nemet mondani.
Én itt látom az MKP-nak a elgyöngülését és a bukását végeredményben, mert nagyon kevesen értettek azzal egyet, mikor a Hit kijelentette, hogy mindegy, hogy a Pék milyen nyelven beszél, csak a kenyér legyen jó. Én is szeretem a jó kenyeret, de azért a magyar Pék beszél magyarul, a szlovák Pék szlovákul. Szóval ezek a feszültségek most, mikor a szövetség létrejött, még léteztek, megoltak. Ennek ellenére Miklós volt, aki elsőként kijelentette, hogy igenis egyesülni kell, és nem voltak olyan elképzelések, hogy a Hidat nem bevenni az egyesített pártba, ami talán még logikus is lett volna, hisz a Híd akkor annyira alacsony támogatottsága bírt, 1% körül, igen. Nem tudom pontosan. Igen, 2020-ban talán igen, egy de egész. Miklós keményen kiállt, és az mellett, hogy mind a Hidat is összefogást szövetségbe bevenni. Nálunk volt egy beszélgetés Durai Miklóssal egy másik podcast adásban, és ott ez a gondolat szintén, nem azt mondom, hogy itt hangzott el először, de az elsők között itt ismételt el Miklós azt, hogy ezt a Hidat már, tehát nem elsősorban legyengülése miatt, hanem inkább gondolom a valamiféle kis változások eredményeképpen, hogy nyugodtan lehet partnerként kezelni, és hogy egy pártba kell gondolkodni. Így a beszélgetésünknek lassan a végéhez érve egy elég nehéz, nekem legalábbis nehéznek tűnő kérdést engedjenek meg, hogy föltegyek, hogy abból a sok gondolatból, amit gondolom az évek, évtizedek során Miklóssal megvitattak, így most hát ugye nemrégi elhunta, talán még kevés időt ad arra, hogy eltávolodjunk, és hogy távlatokból nézzük a munkásságát, de hagyatékaként mit tudnának meghatározni? Természetesen elsősorban a magyar közösséget, vagy általában véve a közéletet érintő hagyatékaként. Amit Miklós a politikában képviselt, azok elsősorban az értékek. Az értékekre alapuló vízió, a stratégia, ami teljesen egyértelműen példaértékű, az a helyzet értékelése. Hogyha arra kötnék most, amit Péter az előbb elmondott, hogy gondoljuk csak bele, micsoda nagyvonalúság, milyen fölülemelkedés kellett tőle ahhoz, hogy eljusson odáig, hogy azzal a híddal, amelyik őt folyamatosan megpróbálta lehetetlenné tenni, azzal látta úgy, hogy szövetkezni kell a magyar térfélen, mert megint egy kényszerhelyzet van. Egyrészt a magyarság rohamos fogyása váltotta ki azt, hogy a szavazók általában megcsappantak, a szavazók száma lecsökkent olyan kritikus mértékben, hogy valóban egy általános összefogásra van szükség ahhoz, hogy legyen a szlovákiai magyarságnak parlamenti képviselete. Miklós soha nem látta a parlamenti képviseletet öncélnak, egy végső célnak, hanem azt láttuk, hogy azok a régiók, ahol a magyarok élnek Szlovákiában, egyre inkább lemaradnak, egyre inkább leszakadnak a fősodortól, a fővonaltól, mert teljesen világosan látszik az, hogy a parlamenti képviselet mit tud hozni a régió fejlesztésben, hogy hiába vannak nagyszerű ötletek, hiába van még akár tőke is, bár egyre kevésbé, hogyha nincs politikai támogatottsága. Hiába van bármi is, hiába van akár most már többé-kevésbé elfogadható infrastruktúra is, mégis a leszakadás az egyre nagyobb, mert a parlamenti képviselet hiánya valójában azt hozza, hogy ha valaminek nincs politikai támogatottsága, akkor az nem valósul meg. A kormány dönti el, hogy hova kerülnek a beruházások,
hova kerülnek a strukturális alapokból lehívott európai pénzek, és ha nincs parlamenti képviselet, ha nincs, aki szóljon, ha nincs, aki képviselje az érdeket, akkor gyakorlatilag ezek a mi általunk lakott régiók fokozatosan leszakadnak. És hát ezek a különbségek sajnos, nem hiába mondják, hogy Szlovákiában a regionális különbségek óriásiak, és egyre nagyobbak, sajnos ez is közrejátszik. Úgyhogy Miklós ezt teljesen világosan látta, és azt hiszem, hogy az ő politikai hagyatéka az valóban ez, hogy lehet érdek mentén politizálni, de hogyha az érdek nem kötődik értékhez, akkor gyakorlatilag az egy vakvágány. Hát ehhez nagyon nehéz valamit hozzátennem. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb, amit meg kéne tartanunk Miklós hagyatékával, hogy az egyéni érdeket sosem szabad a közösségünk érdeke elé helyeznünk. És én így végezetül annyit szeretnék, hogy abban bízom, hogy lesz egy olyan politikus a felvidéki magyarságnak, aki ezt a stafétabotot, ami most Miklós kezéből kiesett, átveszi, és hasonló elvi politizálást folytatva meg tudja állítani a felvidéki magyarság fogyását, vagy lassítani tudja, és hát valóban be tudja juttatni a pártot a parlamentbe, hogy ott megfelelőképpen tudjuk képviselni a felvidéki magyarság érdekeit. Én ebbe bízom, hogy az újonnan létrejött pártban elgondolkoznak ezen, és azok, akik most a pozícióikat keresik ebben az új pártban, rájönnek, hogy a pozíciójuk nem sokat fog érni, ha nem folytatnak elvi politizálást, és a saját érdekeik elé nem helyezik közösségünk érdekeit. Hát ezt azt hiszem, hogy mind a ketten nagyon szépen és érthetően elmondták. Amiben azt hiszem, hogy a legfontosabb, talán egyik leszűrhető dolog, hogy a parlamenti, a törvényhozási képviselet az nem egy cél, hanem egy eszköz, ugye, hogy a közösségnek az élete meg jobbá váljék, illetve egy mód, amit Pázmány Péter mondott, hogy kellene ugye ezt a hagyatékot továbbvinni. Én nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek, kedves Bauer Editnek, hogy ebből a szomorú kötelességből tisztítette itt a Ma Hét Média család stúdiójába. Ugyanúgy köszönöm Pázmány Péternek, és köszönöm önöknek is, kedves nézőink, hogy végigkövették a mostani beszélgetésünket, ami Durai Miklós elhunytából történt itt a stúdióba. Kövessék kérem a Magyar Hét heti lapot, a mahet.sk hírportált, illetve közösségi platformokon az egyes híreinket, amelyből hasonló vagy ehhez kapcsolódó gondolatokkal is szolgálunk önöknek. A viszontlátásra!